Sziasztok, jó reggelt! Egy kis macskafogók. Nem máshonnan jelentkeznék be, mint a bakkancsos piacról. Egy kis körbetekintő videóval. Gyertek, tartsatok velem! Itt van középen az étkezde. Lehet kapni használt cikkeket, illetve friss árut. Finom vecsési káposztát lehet, illetve savanyúságokat vásárolni. És természetesen rengeteg használt cikk. Vannak itt a piacon is eladók is, atlaszos, illetve de augusztini soros járművek. Gyertek, vegyétek, vigyétek. Itt valami legú stand van, és úgy kell elképzelni a piacot, hogy vannak ilyen standok, ezek bérelhetők, ilyen sorokban vannak, láthatjátok. Mindenféle csecsebecse van eladó. És van ez a placra pakolós rész is, itt négyzetméterre lehet bérelni a helyeket. Láthatjátok, rengeteg a használt cikk, használt ruházat, és különböző barkács kiegészítők is. Aztán lehet ilyen pavilonos helyeket is bérelni. Itt is megtalálható élelmiszer, kávé, tisztálkodási szerek. De lehet antikvitást is vásárolni, különböző képeket. Nem kicsi a piac területe, középen van ez a kör alakú épület, ebbe lehet étkezni, és itt a körbe pedig a különböző árusoknak a portékái vannak. És még motrot is lehet vásárolni. Jön a tél, jön a sí szezon, lehet síléceket is vásárolni. Egy óriási bogár modell. Kis barkácsgép. Vannak eladó hajómotrok is. Aranyászok reklámtábla. Minden is van eladó. Nézzétek, Dreher-es reklámtábla. És itt egy ilyen kis lugas van berendezve. Nézzétek, milyen jól néznek ki az esernyők ide felakasztva. Nemzeti ünnepünk volt. Mi puska? De ne nézi engem, ne nézi! Képzeld, megosztalak állandóan! Egyenruhá, babák, tök jól néz ki. Jó legyen! Régi telefon. Rengeteg DVD, CD. Bakelit lemezek. Hát ez lett volna a bakkancsos piac körbetekintő kis videó. Remélem tetszett, találkozunk egy következő videóban. Amúgy a bakkancsos piacot a 17. kerületben találjátok meg. Gyertek ki, nézelődjetek, lehet jó dolgokat találni, én is találtam. Sziasztok!